Nem elsősorban azért, hogy a múlt történéseinek. Hatodik alkalommal tartottak ünnepélyes tanévnyitót a Pozsonyi Magyar Szakkollégiumban. Az egyetlen ilyen jellegű felvidéki magyar bentlakásos létesítmény 2016 óta fogadja az egyetemistákat, és változatos kurzusokkal segíti azt, hogy a hallgatók tájékozottsága és látószöge bővüljön. 9 diákot sikerült felvennünk a nyár folyamán, annak ellenére is, hogy a Covid miatt, az online áttérés miatt nagyon nehéz volt őket elérni, megszólítani a felvételi kampány során, és ennek ellenére is nagyon örültük neki, hogy sokan jelentkeztek, és jó diákok jelentkeztek, és hogy 9-et fel tudtunk venni nyáron. Úgyhogy egy 24-es létszámot tudtuk így elkezdeni ezt az akadémiai évet. A mi ambíciónk az, hogy itt ebbe a közegbe, a felvidéki magyar közegbe és a szlovákiai közegbe is ennek egy hagyományt teremtsünk, és hogy a társadalom is, és a diákok is értékelni tudják, hogy mit tud egy szakkollégium adni, mind szakmailag, mind közösségépítésben. Az intézmény vezetője szerint a kapacitások bővítése szempontjából a cél az, hogy minden évben több diákot tudjanak felvenni, így a kollégium évfolyamonként akár 50 hallgatóval is működhessen. Emellett a képzési paletta bővítése és a minőségjavítás is a tervek között szerepel a Pozsonyi Magyar Szakkollégiumban. Az elit képzést a szakkollégiumok adják, ezek az elit képzésnek a bástyái, és a magyar oktatásnak is a bástyái. Ez lesz majd a következő 10 évben is. Nagyon reméljük azt, hogy az itt élő, itt tanuló diákok a következő években, évtizedekben az élet olyan területén fognak dolgozni, ahol mindvégig a magyarságot tudják szolgálni, és a szülőföldjükön fognak boldogulni, tehát itt Szlovákiában, a felvidéken. A Bethlen Gábor alap 14 millió forintos támogatásával az idei tanévtől az eddiginél több hallgató fogadására nyílik lehetőség. Új lakóegységek épültek, így már 28 szakkollégista kaphat szállást a bentlakásos létesítményben. Amikor erről a szakkollégiumról beszélünk, akkor nem kerülhetjük meg azt a kérdést sem, hogy magyarnak lenni nem csak származás és vállalás kérdése, hanem minőség kérdése is. Reméljük azt, hogy ezt a magyar minőséget ez a szakkollégium és az itt tanuló diákok, hallgatók is képviselik majd. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár szerint legalább ennyire fontos, hogy megteremtsék annak lehetőségét, hogy a jövő értelmisége hasonló intézményekben tanulhasson Nyitrán vagy Kassán is.